Mária Terézia 18. század végén a Ratio Educationis című rendeletében még tiltotta a természetes vizekben való fürdőzést, amelynek következménye az lett, hogy a magyar honpolgárok nem tanultak meg úszni. Ezért keltett nagy feltűnést az árvízi hajós, a nagy reformpolitikus Veselényi Miklós, aki 1835-ben átúszta a Tihanyi öblöt, a parton álló sokaság nagy döbbenetét kiváltva ezzel. Ehhez hasonló balatoni sorsok, helyek és történetek szerepelnek Kovács Emőke történész Balatoni impressziók című legújabb kötetében. Az alapkoncepció az a balatoni értékmentés volt, és olyan 19-20. Századi sorsok, helyek, történetek kaptak szerepet a könyvben, amiknek különös fontossága van akár még a 21. században is. Olyan értékteremtő politikusok, közéleti személyek, kultúrpolitikusok, művészek szerepelnek a kötetben, akik lehet, hogy az országos hírük kapcsán is, de a Balatonhoz való kötődésük kapcsán is nagyot tettek le az asztalra, és nagyot alkottak. A közismert személyek mellé tudatosan választott kevésbé közismert embereket? Igen, illetve olyanokat, akik az adott település vagy a vidék életében fontosak és ismertek, például Ramaszetter Vince Sümegről, vagy Virius Vince Szepesztfürdőről, vagy Gágaszton Bogláról, ők a helyi közösségekben nagyon nagy tekintélynek örvendenek a mai napig, de valóban országos hírük talán kisebb és kevésbé ismertek, és ezeket a portrékat is szerettem volna mindenképpen bemutatni, vagy a művészek közül nem csak Borsos Miklós, Egri József vagy Udvardi Erzsébet, hanem Nyerges Pál vagy a Sas Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet, ők is bekerültek a kötetbe. Ilyenkor a kutatónak, a történésznek az asztalára kerülnek ezek a történetek elsősorban, vagy az élet sodorja ön elé őket? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mind a kettő igaz, hiszen vagy egyes jubileumok, emlékkiállítások, szoborállítások inspirálták ezeket a köteteket, vagy pedig olyan leszármazottakkal találkoztam, akik elmondták a család történetét, vagy egy interjú kapcsán hallottam tőlük, például Flament Krisztinától, Flament Lajosról, a nagyapáról, aki egy francia tájkertész volt, vagy Kopár István földkerülőtől, akinek az édesapja balatoni hajózás dohánya volt, idősebb Kopár István. Van kedvenc története vagy személye, esetleg helye? Én nagyon szeretem a két háború közti Balatonnak a világát és történetét, mert egy olyan sikertörténet a magyar történelmen belül, amiből azt hiszem, hogy akár sok féleképpen lehet okulni is. Egy olyan összehangolt kormányzati koncepció mentén fejlesztették a trianoni békediktátumot követően a Balatont, balatoni térséget, amiből nagyon sok példát lehetne meríteni, és egy olyan pezsgő, mind kulturális, mind sportesemények, mind gazdasági, mind infrastruktúrális téren egy olyan pezsgő balatoni kép tárul elénk, amit azt hiszem, hogy a jövőben is szeretnék tovább kutatni. Ezért is a Balatoni impressziók a címe a kötetnek, mert mindannyiunknak vannak balaton élményei, és mindannyiunknak vannak balatoni impressziói, és ezek olyan írások, amiket, hogyha akár egy jó balatoni bor mellett egy nyár este, de akár lehet egy csendes téli estén is olvasni, tovább szőheti, és a saját balatoni történeteivel vagy múltbéli emlékeivel is kiegészítheti, és akár jelezheti is nekem, hogy szőjük tovább ezt a szálat. Milyen képek illusztrálják a kötetet? Igen, ez egy nagyon fontos része a könyvnek, hogy Fekti Vera, Székesfehérváron élő, de Almádiban alkotó festőnő, aki Almádiban egy présházban az almádi öblöt látja, és hát ezt a képet örökíti meg már évtizedek óta, illetve készít olyan régi balatoni képekből álló festménymontázsokat, amelyek nagyon jól passzoltak témájukban pont ezekhez az írásokhoz, és ezek adják meg a hátterét ezeknek az írásoknak, és valóban egy nagyon jó balatoni impressziót adnak így közösen. Az olvasók külön-külön eldönthetik, hogy nekik mit adnak ezek a történetek, de vajon önnek mit adtak? Hát én nekem mindenképpen egy jó kikapcsolódást nyújtottak, és ebben a nagyon rohanó 21. századi világban egyfajta elmélyülést és meditálást, és mindenképpen még példaértékűek voltak azok a sorsok is, amelyeket úgy éreztem, hogy ismerek, hiszen az erkölcsi tartásukkal, a Balaton szeretetükkel, az odaadásukkal nekem is erőt adtak akár a mindennapi küzdelmekhez is.